Minden feladatot gépek végeznek az Unilever Nyírbátori gyárának új 11.000 négyzetméteres csarnokának gyártósoránál. Ezek címkézik, töltik meg, majd teszik dobozokba a termékeket. Ezen a szalagon már a lezárt, becsomagolt mosószerek menetelnek felfelé. Az új egységet hétfőn adták át egy nagyértékű beruházás első ütemeként. A munkafolyamatokat a külügyminiszter is megtekintette, aki beszédében kiemelte, megbízható vállalatként az országban több helyen végez termelő tevékenységet a cég, a szabolcsi városban is százaknak adva munkát. Itt most 300 embernek, 300 családnak biztosítják a kiszámítható megélhetést, és a mostani új, nagy beruházásukkal 100 újabb munkahelyet teremtenek. A beruházás értéke 17,5 milliárd forint, amelynek nyomán az anyavállalat egyik legkorszerűbb európai, stratégiai fontosságú háztartás vegyipari gyártó és raktár kapacitása jön létre itt Magyarországon. A politikus beszélt arról is, a koronavírus járvány következményeként új világgazdasági korszak kezdődik. Reális cél, hogy ennek egyik nyertessévé váljon Magyarország. Ehhez arra van szükség, hogy minél több beruházást vonzunk magunkhoz, tette hozzá. A brit-holland Unilever hazai vezetője azt emelte ki, tevékenységük során kiemelt szempont a fenntarthatóság. A kapacitás bővítő befektetésnek köszönhetően a gyár egységben a korábbi 300 millió helyett évente 370 millió 70%-ban újrahasznosított műanyagból készülő flakont tölthetnek meg. Így Nyírbátorban a beton és vas hulladékok 100%-át újra felhasználtuk azokból a régi lebontott épületekből, amelyek az új raktár jelenlegi helyén álltak. A megújuló energiaforrások arányát is fokozatosan növeljük telephelyeinken, de magyarországi gyáraink már az idei évtől 100%-ban megújuló hálózati villamos energiát használnak. Nyírbátor polgármestere felidézte, már közel 200 évvel ezelőtt is komoly termelő tevékenység folyt ezen a területen. A beruházás kapcsán azt emelte ki, a bővítéshez több oldalú együttműködésekre, a vállalat részéről pedig nyitottságra volt szükség. Nyitott a technológiai kihívásokra, nem véletlenül tud most már hosszú évek óta az egyik leghatékonyabban működő gyáregység lenni a vállalat csoporton belül. Nyitott a kulturális különbségekre is, hiszen a világon számtalan helyen forgalmaznak különböző termékeket, és nagyon sok országban gyártanak különböző termékeket, és több ezer munkavállalónak adnak megélhetést világszerte. De nyitott volt a vállalat a koronaválság idején a megjelenő kihívások kezelésében is. Az új munkahelyek által a térségben tovább csökken a munkanélküliség. A folyamat már az elmúlt években elkezdődött, a megvalósult beruházásoknak köszönhetően. A választókerületben a legtöbb támogatást Nyírbátor város kapta. 47 programban több mint 33 milliárd forint értékben. A 17,5 milliárdos fejlesztés részeként egy másik gyártósor is elkészül. Az új üzem szomszédságában pedig már épül az a másik 8000 négyzetméteres csarnok, amellyel várhatóan már jövőre tovább bővül a gyár háztartás vegyipari termelő kapacitása.